Itt van június, beköszöntött a nyár, ez pedig a júniusi Woodbox. Az elmúlt hónapokban jó szokásává vált a woodboxosoknak, hogy most már időben feladják a csomagot, amik ide is érnek hozzám, úgyhogy őrizzék meg jó szokásukat. Mi pedig akkor készülünk arra, hogy megnézzük, hogy mi lapul a júniusi dobozban, egy ilyen szokásos, rituális és semmitmondó kicsomagolós videó keretén belül. Na, hát akkor vágjunk is neki! Oh! The Mystery Woodbox! Scooby-Doo! Oh, és itt van a könyvecske! Scooby-Doo-Bidoo! Ami pedig a rajzfilm fedőnevet viseli. És valószínűleg ez egy ilyen rajzfilmes kiadás lesz. Na de nem spoilerezem el magamnak a dolgokat, a következő pár percre legalábbis. Na, most rögtön az elején itt van egy kis Gameboy-os, Gameboy figurás kulcs, nem kulcs tartó, kitűző. Hát én őt nem vágom, hogy kicsoda, micsoda, de ez egy Gameboy utánzat akar lenni, úgyhogy akkor ide jön. Na, rögtön itt a tetején egy Toy Story-s, ilyen földön kívül is, hát szerintem ez egy süti forma, úgyhogy asszony már örülni fog, minden esetre, lesz neki munkaeszköz. Na, látjátok, tehát Woodbox jön nekem, és a család többi tagjának is így random lehetnek benne jó cuccok. Akkor a következő, ez is egy ilyen komolyabb figura. A Joker. Ezek a Q figurák így egész jók, van már egy ilyen Rocket a Galaxy sörzőjéből, az is nagyon jól néz ki, ezek így tényleg elég dekoratívak és impozánsak. Akkor van itt nekünk a póló mellett egy másik ruha nemű. Mi ez, van törlőrony, vagy mi? Csak nem. Türcsi a South Parkból. Ez jó. Jó, mondjuk törölközőnek nekem egy kicsi, de a gyereknek tök jó lesz. Elvégre egy beszívott törölközővel már nem lehet elég fiatal korban megismerkedni, de amúgy szerintem ez egy kéztörlő akar lenni. Tehát így a melegben ugye, miért is ne? De ez tetszik, ez barom jó pofa. És végül van itt nekünk még, szerintem ezt a dobot becsukom. Szóval végül van itt nekünk még ez a póló. Amin, ha tippelnem kéne, Rick és Morty szerepel, amint egy repülő csészehajban szelik át az éjszakai égboltot. Nézzétek meg ezt egy kicsit közelebbről is, azért jól néz ki. Én nem vagyok egy nagy Rick and Morty néző, mert még egy epizódot se láttam, ami egy hatalmas nagy vétek, hiszen egy nagyon jó társadalomkritikus sorozatról van szó, de a póló maga királyon néz ki. Úgyhogy ez vagyom a júniusi Woodboxban. Joker figura, Toy Story sütőforma, egy kis Gameboy-os kitűző, Türcsis törölköző, és egy Rick and Morty-s póló fekete kiadásban, úgyhogy szerintem egész király lett ez a júniusi hónap is. És most már nincs más hátra, mint megnézni, hogy mi vár ránk a következő hónapban, júliusban. Hát valami űrös Futurámás. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a hónapban is. A Woodbox linkjét megtaláljátok a videó alján, és találkozunk júliusban. Addig is mindenkinek kellemes nyaralást kívánok. Sziasztok! Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, nyomjatok like-ot, és nyomjatok egy notification harangot is. Ez csúcs! Ez a film megmérgezte az ártatlan lelkemet! Mi a büdös?